Csökkentik a hulladék környezetszennyező képességét, fejlesztik a hulladékrendszert, mechanikai, biológiai előkezelőket telepítenek és új eszközöket szereznek be a több milliárdos beruházásnak köszönhetően. A nyíregyházi telephelyre már mind a 100.240 literes hulladékgyűjtő edény megérkezett, amit jövő héttől kezdenek el kiosztani a lakosság részére. Ez a beruházás közel 240 település 100.000 lakóját érinti. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárd hulladékgazdálkodási társulás több eszközt, illetve beruházást valósított meg. Ez a következő lépcső ennek a projektnek. Ugye beszéltünk már 100.000 darab szelektív hulladékgyűjtő edényről, kisvárdai, nagyecsedi és nyíregyházi telepeken a hulladék kezeléséről. Ez most egy újabb lépcsőfok, ez a 18 darab szelektív hulladékgyűjtő autó. Ezt a társulás településein fogjuk használni akár már jövő héttől. A szelektíven a háztartásokban összegyűjtött hulladéknak a begyűjtésére. Az új autók a legmodernebb technológiával gyűjtik és szállítják majd a hulladékot, a szelektív gyűjtés ezután komfortosabb és magasabb színvonalú szolgáltatás lesz, mint az eddigi zsákos megoldás. Nem csak a lakosságnak lesz kedvező a beruházás, de környezetvédelmi szempontból is előnyös a változás. Ennek az lesz a következménye, hogy tovább nő a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, tehát tudatosul az emberekben, ha ott lesznek erre szolgáló eszközök, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és ennek eredményeképpen nyilván csökken a lerakott mennyiség a társulásnak a lerakóiban. Ez fontos indikatív forrás is Európai Unió felé is számukra, illetve a környezet védelme szempontjából egy nagyon fontos lépés, és a keletkezett nyersanyagot pedig értékesíteni tudjuk remélhetőleg minél jobb áron a piacon. A projekt célja a szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, valamint a vegyesen gyűjtött hulladék stabilizálása. A fejlesztések után a megyei hulladékszolgáltatás ugyanolyan szintű lesz, mint az ország bármely más régiójában.